hogy a teremtést vidám fricó kísérte, melyet a teremtő akkor hallatott, amikor a hetedik napon elégedetten nyújtózkodott egyet. A madarak innen tanulták éneküket, s ettől kezdve dalukkal örökítik meg a teremtést. Újabb táblával gazdagodott az Erkel Gyula zeneiskola történelmi tablója. A nemrégiben átadott Erkel terem után most a Károlyi kamaratermet avathatták fel egy kis ünnepség keretében, Károlyi Erzsébet asszony jelenlétében. A névadás Újpesten nemigen szorul magyarázatra. A Károlyi család annyi mindent tett Újpestért. Kapcsolódva most Újpest születéséhez is, és alapítóinak a ünnepléséhez, ez a legjobb alkalom most, hogy meg tudjuk ezt az ünnepséget tartani. Első ízben 2007-ben támogatta a család, amikor is Erzsébet asszony az alapítványunknak az alapítói szerepét elvállalta. Ezt a mai napig az alapítvány nagyon sokat tesz a gyerekekért. 2018-ban, amikor a visegráti négyek záró hangversenyét, azt a szakmai rendezvényt megtartattuk a kastélyba, az is egy támogatás volt. Ezek tiszteletére és ezeknek a köszönetét fejezzük ezzel ma itt ki, hogy ezt a kamaratermet Károlyi teremre nevezzük át. A Károlyi család Újpestért végzett évszázados munkáját méltatta az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke is, akinek köszönhetően a teremben egy tabló is tiszteleg Károlyi László gróf és felesége előtt. Örömmel tölt el, hogy az évfordulóhoz kapcsolódóan mától a zeneiskola díszterme is viseli a Károlyi nevet. Károlyi István, városunk alapítója, fia Sándor és unokája, idősebb László emléke előtt tisztelgünk az idén, nem megfeledkezve ma élő utódjuk Károlyi László 90. születésnapjáról sem. Gróf urat az Újpesti Városnapok alkalmával személyesen köszöntötték az önkormányzat és a civil szervezetek képviselői fóton. A Városnapok egyik programjaként tablósorozaton emlékeztünk meg a család felvilágosult gondolkodású tagjainak társadalom és gazdaságfejlesztő érdemeiről, kiemelve tevékenységük újpesti vonatkozásait. Az itt lévő tabló e kiállítás része. László gróf és felesége Erzsébet asszony előtt tiszteleg. Erzsébet asszonyt meghatotta az ünnepség. A humor érzéke azonban nem hagyta el. Hát én mondom őszintén, nagyon tisztelt vagyunk, és nagyon sajnálom, hogy a férjem László gróf nem tudta jönni, de ő mégis most 90 éves, ami fantasztikus. Amit itt gondoltam, hogy én nagyon sajnálom, hogy most már új szegények vagyunk, és nem tudok ilyen formában építeni kórházok, vagy ilyesmi is. De nagyon megható, hogy az újpestiek olyan sokat gondolják a családra, de nekem az kötelező. Az utolsó 5 év nem nagyon tudtam semmit csinálni, férjem egész beteg volt, de most ez nekem egy nagyon-nagyon innováció volt, hogy megint kell valamit csinálni, és nagyon szeretem, hogy ez a kitűnő iskola nálunk fóton énekel, még karácsonyon előtt, és hát úgy, mint tudjunk, segítünk, de úgy, mint mondtam, mi most már új szegények vagyunk. Erzsébet asszonyt egyébként nem csak ez az iskola köti a zenéhez, hiszen Fóton is rendszeresen szervezett, és szervezne koncerteket, ám ahogy mondja, most akadt egy kis gond. Ebben ez a pillanatban sajnos nincs zongora. Volt egy zongora, de ez az ember, aki adta nekünk ez a zongora, elvitt most a zongora. Szóval most valahonnan kell szerezni, mert nekem a legnagyobb vágyom az volt, hogy legyen rendszeresen koncertek nálunk, de most egy kicsit harcolni kell ahhoz, hogy kapunk megint egy zongorát. Akkor lesz. Hát nagyon sok terveik van, és én nagyon szeretem, hogy a kulturális élet Fóton működik és nő, és azon kívül nagyon szeretem a fiatalok, és szeretem, ha ők tényleg csinálnak valamit itt.
Reméljük, hamarosan Fóton is újra megszólal majd a muzsika. Addig azonban itt, a Károly teremben biztosan nem maradunk zene nélkül.